Nyertes pályázat útján 2018. április 1-én Paktum iroda nyílt Püspökladányban, a polgármesteri hivatal földszinti 9-es számú irodájában. Az iroda fő feladatai közé tartozik a munkaerőellátottság, a szakképzettség és a foglalkoztatottság helyzetének javítása a járásban, mint egy hidat képezve a vállalkozások és a munkavállalók között. Tavalyi esztendőben adtunk be egy olyan pályázatot, amelyet Püspökladány város önkormányzata, mint konzorciumvezető partner meg is nyert. Az első lépés, az első nagy lépés, amelynek már látható jelei is vannak, ez a április 1-jével megnyitott Paktum iroda. A pályázat lehetőséget ad arra, hogy két kollégát fölvegyünk ebbe a Paktum irodába, és ők lássák el azokat a feladatokat, amelyeket itt a pályáztatás során, mint kötelező feladat, kapcsolattartás az intézményekkel, önkormányzattal, a munkaügyi központtal és a legfőbb partnerrel, a vállalkozókkal. A Püspökladány városi önkormányzata konzorciumvezetőként nyújtotta be pályázatát a Hajdú-Bihar megyei kormányhivatallal, a Hajdú-Bihar megyei önkormányzattal és a Hajdú-Bihar megyei fejlesztési non-profit Kft-vel. Mi a vállalkozók oldaláról közelítjük meg ezt a dolgot, a vállalkozókat felkeressük és felmérjük a munkaerőigényüket. A Paktum iroda szakemberei felmérik a munkaerőigényt és a járási hivatal foglalkoztatási osztályával közösen a megfelelő helyekre irányítják az álláskeresőket. A cél, hogy csökkenjen a munkanélküliség a térségben, a vállalkozások megtalálják a megfelelő munkaerőt feladataikra. A Paktum irodának a fő feladata az elkövetkező időszakban a járások, ugyanis két járást kaptunk meg, a Hajdúszoboszlói, illetve a Püspökladányi járást kaptuk meg. A járásban a munkaerő feltételek biztosítása, munkabiztosítása a feladatunk. Elsősorban mi a vállalkozói szféra felől közelítünk meg embereket, ahogy kolléganőm is elmondta, igényfelmérést a vállalkozóknál, aztán azt küldjük a munkaügyi központ irányába, és a munkaügyi központ biztosít dolgozókat a vállalkozók irányában. A megyében a Sáréti Paktum iroda a második helyen megalakult iroda. A Debreceni Paktum iroda kezdte el másfél évvel ezelőtt a működését, őnekik pozitív tapasztalatuk van, szinte ők a pályázatok nyitására várnak, ők egyből be tudják az embereket sorolni a vállalkozásokhoz, sőt, nagyon keresik őket a vállalkozók, hogy minél hamarabb megtalálják azokat a személyeket, akiknek a vállalkozására szükségük van. A Paktum iroda tehát közvetítő szerepet tölt be a vállalkozások és a járási hivatal foglalkoztatási osztálya között. Nekünk csak a munkáltatói oldalról kell az igényeket felmérnünk. Ezt az igényeket mi továbbítjuk a kormány hivatal irányába, a munkaügyi központ felé, és a munkaügyi központ biztosítja, ő jelöl ki, ő keresi meg azokat a személyeket, akikkel az elkövetkező időszakban, mint munkavállaló, a munkáltató majd kapcsolatban lép. Mi csak egy közvetítő szerepet játszunk ebben a mezőnyben, mert eddig volt a munkaügyi hivatal, illetve voltak a vállalkozók, ez nem minden esetben találta meg a kettő egymást, most jelen esetben mi beálltunk a kettő közé, hogy a munkaadók oldaláról keressük meg azokat az igényeket, amikre őknek elsődlegesen szükségük van. Az iroda elsődleges feladata, hogy ez év októberéig 91 ember munkába állítását segítse. Az ez év elsődleges feladatunk, hogy október 31-ig 91 munkavállalót kell sikeresen a munkafrontjára vezényelnünk. Ez az elkövetkező időszakban úgy néz ki, hogy itt a helyi vállalkozások, illetve a járás vállalkozásain keresztül sikeresen meg fogjuk tudni valósítani. A következő feladat egy Paktum szervezet létrehozása lesz, tudtuk meg polgármester asszonytól. A következő mérföldkő, amelynek meg kell, hogy feleljen az önkormányzatunk, az a június 30-áig egy úgynevezett Paktum szervezet létrehozása. Ennek a Paktum szervezetnek ugye a konzorciumi tagok lesznek a tagjai, illetve még 8 olyan szervezetet kell bevonni, akik véleményezési szerepkörrel
kivel rendelkeznek. Jelen pillanatban folyik az egyeztetés a tankerülettel. Nagyon szeretnénk, ha ők is részt vennének ebben a szervezetben, illetve a Debreceni Egyetemmel is folytatjuk az egyeztetéseket, és természetesen a Berettyóújfalu új szakképzőcentrummal, hiszen ők is ugye a térségünknek meghatározó szakképzői, tehát a gyerekek innen kerülnek ki, akár általános iskolából, középiskolából, és ezek stratégiai partnereink lesznek ebben a szervezetben. Kovács Lajos elmondta, a vállalkozásoknak a következő időszakban további pályázatok nyújthatnak segítséget a foglalkoztatásban. Maga a paktumnak az elkövetkezendő 3 éve 2020. decemberéig több mint 500 millió forint fog rendelkezésére állni, hogy a pályázati úton segítse a munkaadói oldalon a munkába állítást. A hónap második felében, vagy jövő hónap elején fognak megjelenni a helyi topos pályázatok, ami nagymértékben fogja a járás vállalkozóinak a életét segíteni, ugyanis kiírástól függően 8 plusz 4 vagy 6 plusz 3 hónapos szerződésekkel igen komoly támogatást tud biztosítani a vállalkozóknak a munkába állításhoz. Rengeteg ember tudnak így magukhoz szippantani, illetve hát a költségük ezáltal komoly mértékben csökken, ami a vállalkozásnak a zsebébe fog maradni az elkövetkező időszakban. A vállalkozók időpont egyeztetés után a polgármesteri hivatal 9-es számú irodájában tudják felvenni a kapcsolatot a Paktum iroda munkatársaival.